Miközben fontos meccsek előtt áll a Blue Sharks férfi kosárlabda csapata, az utánpótlás neveléstől sem feledkeznek meg a városban. Különböző programokkal hívja fel a figyelmet a sportágra a Nyíregyházi Sportcentrum, amely már a jövőre is gondol. Ez azért fontos egy klubnak, főleg a sportcentrumnak, mert ahhoz, hogy minőségi játékosokat tudjunk nevelni, ahhoz úgymond az alján meg kell lenni a mennyiségnek. Ez a egyszerű matematika, tehát minél többen elkezdenek játszani, egy nagyobb a valószínűsége, hogy több játékost tudunk majd kinevelni a felnőtt csapat számára. És nagyon szeretnénk, hogy minél több gyerek csatlakozzon hozzánk, emiatt, hogy egy olyan utánpótlás bázissal tudjunk rendelkezni, ami itt a keleti régióban egyedülálló. Jövő héten toborzást indítanak. Egy roadshow keretében 2 hónap alatt a város minden iskolájába próbálnak ellátogatni, hogy megkedveltessék a sportágat a fiatalokkal. Bemutató edzéseket tartsanak nekik, és hangsúlyozzák, hogy itt helyben minden feltétel adott a kosárlabdázáshoz. Az érdeklődő gyerekek várhatóan május-június környékén már edzéseken is részt vehetnek, nyáron pedig egy 5 napos tábor során pillanthatnának bele, milyen keretek és lehetőségek között dolgozik már egy felnőtt csapat. Ez a tábor, ami off-season camp néven fog futni, július 29-én fog kezdődni, és augusztus 2-áig fog tartani. Minden kosárlabdát szerető gyereket várunk, előképzett gyerekekről van szó. Ez egy olyasmi alapozásra felkészítő tábor lenne. A gyerekeket megismertetjük az új dolgokkal, amiket az európai top csapatok is alkalmaznak a táborokba, illetve rávezetjük az alapozásra a gyerekeket, és egy plusz mozgást biztosítunk a nyár folyamán a gyerekeknek. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének egyik célja, hogy az utánpótlás válogatott minél jobban tudjon szerepelni. Mint a Sportcentrum sportigazgatója is kiemelte, ehhez mindenképpen szükséges, hogy a folytatásban egy kicsit másképp dolgozzanak, és a fizikális képességekre is nagyobb hangsúlyt fektessenek. Szeretnénk mi is egy picit változtatni a képzésünkön, és a minőség felé még jobban eltolódni. Ez nem biztos, hogy minden esetben, minden pillanatban tetszeni fog a gyerekeknek, hiszen a kondicionális képességek fejlesztése nem mindig a legkellemesebb. Viszont amikor valaki erős, és valaki sok mindent kibír, és kint a pályán a 40. percben is meg tudja verni az ellenfelét, és érzi, hogy erősebb, mint az ellenfele, akkor az egy nagyon jó érzés, és úgy gondolom, hogy akkor meg tud térülni az a munka, amit bele kell fektetni annak érdekében, hogy erősebbek, és fittebbek tudjunk lenni, mint az ellenfelünk. Sitku Ernő hozzátette, nagyon örülnének annak, ha a fiú csapatok nem csak a B csoportos küzdelmekben tudnának helyet kapni, hanem felkerülnének az A csoportba, és ott meg tudnák állni a helyüket.